A bajnokság az első és a másodosztályban is 3 hét múlva kezdődik, így nem meglepő, hogy sorra rendezik a felkészülési tornákat a klubok. Nem maradt ki a sorból a Nyíregyháza sem, a Kékcápák ezúttal is rangos ellenfeleket hívtak meg a Sitkó Ernő emléktornára. Már első évben 2020-ban szerettük volna megrendezni ezt az emléktornát, sajnálatos esemény Ernő halála, és utána ugye egyből a Covid következett, és még abban az évben nem tudtuk megszervezni, viszont azóta immáron negyedjére próbálunk tisztelegni egy nagyon komoly sportember játékos pályafutása és szakmai pályafutása után. Most is olyan csapatok fogadták el a meghívást, mint minden évben, ahol Ernő ugye pályára lépett. Így érkezik a Deac, a Honvéd, illetve a Paks gárdája, tehát gondolom sem kell, ezek mind top csapatok, élcsapatok, első osztályú csapatok, úgyhogy nagyon komoly szintfelmérő is a szakmai részt tekintve, viszont ahogy mondtad és említetted, Ernő előtt egy tisztelgés is. Az alaposan átalakított és megfiatalított nyíregyházi csapattal sokat dolgozik a Merin Mekmedovics vezette szakmai stáb. A csapatkapitány szerint van is látszata az elvégzett munkának. Most már nincsen egy hiányzónk, se teljes keretre tudunk készülni. Volt már edzőmeccsünk is. Igazából pozitívan csalódtam abszolút a társaságból, mert attól ahhoz képest, hogy egy nagyon fiatal társaságról van szó, akik viszonylag rövid ideje készülnek együtt. Nagyon jól tudtunk muzsikálni már az első mérkőzésen a Deac első osztályú csapata ellen. Igazából nagyon jól kezdtük a meccset, jó energiákkal, nyilván utána a meccs végére kialakult az osztályrendbeli különbség, ami úgy meccs előtt is elvárható volt, de abszolút büszke voltam a fiúkra, és tényleg meglepően jól működött az, amiket edzéseken gyakoroltunk, és úgy nézem, hogy az amerikai légiósunk is kezdi felvenni a ritmust, és érteni, hogy mit szeretnénk játszani. A hazaiak szeretnék megragadni az alkalmat arra, hogy a magasabb osztályú csapatok elleni meccseken fejlődjenek. Természetesen ez egy nagyon nívós torna lesz, mint minden évben. Ezzel is tisztelegve Sitkó Ernő előtt. Nehéz elvárásokat állítani a csapat elé, így hogy csak első osztályú csapatok lesznek, de természetesen addig már megint eltelik idő, újra vagy tovább szokik a csapat együtt, tovább dolgozunk azokon, amiket gyakoroltunk, úgyhogy építkezünk egyre feljebb, és igazából ki tudja, bármi lehet a Honvéd ellen, természetesen szeretnénk minél jobban helytállni. Nyilván a döntőbe szeretnénk jutni a tornán, úgyhogy ez a célunk abszolút a csapatnak, de fiatal csapatról van szó, úgyhogy örülünk mindennek. A torna pénteken 16 órakor a Debrecen-Paks mérkőzéssel kezdődik. A megnyitót követően 18 óra 30-kor lép pályára a Nyíregyháza és a Budapesti Honvéd. Szombaton a két vesztes 14 órától játszik, a döntő pedig 16:30-kor kezdődik a Continental Arénában.